Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy karmikus fordulat. Ez a felvétel egy személyes elemzés kék pillangó részére. Kedves kék pillangó, üdvözöllek téged. Ezen a felvételen elmagyarázom a mostani karmikus témákat. Mielőtt kezdeném a te horoszkópoddal, elmondanám azt, mit jelent kárma, és mi ez a karmikus fordulat. Nekünk van lelkünk. Ha meghalunk, akkor a lelkünk elhagyja a testünket, a földet, visszatér az isteni hatalomhoz. Ha a lélek boldog, felszabadult, kiegyensúlyozott, akkor megszabadul ezektől a kármikus témáktól. Viszont, ha a lélek szeretne valamit javítani, vagy kell valamit tanulnia, akkor visszatér a földre. Ezt mutatja a horoszkópban a kármikus csomó. Ebből van kettő. Mégpedig a lefele mozgó hold csomó kétú, a sárkánynak a farka, és a felfele mozgó hold csomó, a sárkánynak a feje, és ezt Ráhúnak nevezzük. A lefele mozgó hold csomó utal a múltra, a felfele mozgó hold csomó pedig a jövőre. Mindkét hold csomó mozog. És szeptember végén, október elején volt egy fordulat. Az azt jelenti az indiai számítás szerint, hogy a lefele mozgó hold csomó kétu, ami a múltra utal, mind arra, amit átéltünk a korábbi életünkben, itt vannak emlékek, szeptember végéig a nyilas jegyében volt, és most a Skorpión jegyében van, és ott marad 2022. márciusáig. A felfele mozgó hold csomó Ráhú, ami utal egy kiútra, változásokra, egy életterületre, ami számunkra nem ismert, szeptember végéig az ikrek jegyében volt, és most a bika jegyében van, és ott marad 2022. márciusáig. Hogy hat ez rátok? A lefele mozgó hold csomó, kétú, ami a múltra utal, az a Skorpión jegyében van. A te horoszkópodban a Skorpión jegye a 8-as életházban van. Ez a 8-as életház a halálra utal. De nagyon ritka esetben van haláleset vagy örökösödési ügy, hanem inkább azt mutatja, mit kell befejezni. És az is fontos, hogy legyen egy új kezdet. Ez a 8-as életház mutatja a megújulásokat. Mindaz, ami számodra fontos, értékes, az vedd a birtokodba, és ami nem olyan fontos, azt hagyd el. A te horoszkópodban itt található Neptun bolygó, az utal az álmokra, és a művészi tehetségre is. Neptun bolygónál megvan az intuíció, az inspiráció, és azt jelenti számodra itt a változások házában, hogy éld az álmaidat, higgy ebben. Nála is a Skorpión jegyében van Neptun bolygó, ami nem különleges, mert Neptun bolygó lassan mozog, tehát akik ezekben az években születtek, amikor te születtél, amikor ő született, ott mindenkinél a Neptun bolygó a Skorpión jegyében van. Ami nála más, hogy az ő horoszkópjában ez a Neptun bolygó visszatekintő. Tehát nála vannak itt kármikus témák.
hogy melyik életterületen hat rá, azt nem lehet tudni, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. De ez a visszatekintés nála, mivel nála itt kármikus témák vannak, azok lehetnek csalódások is. Mert Neptun bolygónál minden olyan mesebeli, és előfordulhat, hogy mások közölnek valamit, ami olyan szépnek tűnik. Ha ez az igazság, akkor szerencse van, ha viszont nem az igazság, hanem hazugságokról van szó, és valaki megpróbálja megszépíteni a dolgokat, akkor természetesen az csalódásokhoz vezet, emiatt előfordulhat, hogy ő egy kicsit óvatos, vagy fél attól, hogy belépjen egy párkapcsolatra például. Rahu, a felfele mozgó holdcsomó, az a Bika jegyében van, és ott marad 2022-ig. Ez hat rád a kettes életházban, ahol anyagiakról van szó, és értékekről. Ez lehet egy belső érték is. Tehát ez vár rád, hogy rendezed az anyagiakat. Az ő horoszkópjában, a Bika jegyében van az ő napja, ami az ő énjét szimbolizálja. Ott van Merkur bolygó, az a tudásra utal, de a gyermekkorra is. És ott van nála Szaturnusz bolygó. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és őrzi a kármikus témákat. Nála lesznek változások, nagy változások, sors döntő változások a következő másfél évben. Nála is fontos, hogy intézze az anyagiakat és értékes dolgokat birtokba vegyen, ez a Bika energiája, és itt lesznek nála változások. Ő el fog azon is gondolkodni, hogy mi vagy ki értékes számára. Az ő horoszkópjában Mars és Vénusz bolygó az ikrek jegyében van, az indiai számítás szerint Vénusz bolygó visszatekintő, ami a múltra utal, itt vannak nála kármikus témák, és ezt átéli a szerelmi élet területen. Ezt azért hangsúlyozom most az ikrek jegyét, mert az elmúlt másfél évben, sőt kicsit tovább is, a felfele mozgó holdcsomó Ráhu az ikrek jegyében volt szeptember végéig, tehát az elmúlt másfél évben voltak nála kármikus témák, és az nem a múltra utalt, holott Vénusz bolygó utal a múltra, de ennél a Rahu mozgásnál ő keresett egy kiutat, vagy egy új irányt, és az kihatott a párkapcsolat területére, mert Mars és Vénusz bolygónál erről van szó. A te horoszkópodban a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, a szűz jegyében van a hatos életházban, ami a munkát és az egészségügyi dolgokat illet, az is lehet, hogy ez a hivatásod. És nálad a felfele mozgó holdcsomó, ami egy új életutat jelent, vagy egy kiutat, a halak jegyében van a 12-es életházban, ahol nálad Szaturnusz bolygó is ott található. Ez egy életterület, ez egy irány, amit nem ismersz. Nem ismered a halak jegyét, nem ismered ezt a 12-es életházat, és Szaturnusz bolygó itt, ezen a területen feladja neked a leckét, mert megtanít valamire. Itt fontos a visszahúzódás. Itt ennél a 12-es életháznál a mélybe tekintünk, és megvizsgáljuk azt, hogy mi miért van. Betegségeknél például, hogy mi az oka a betegségeknek. Ez a 12-es életház, a titkok háza, legyél olyan titokzatos, ne meséld el a dolgaidat, hanem légy inkább visszahúzódó.
A halak jegye is fontos számodra, mert ez segít abban, hogy a lelked találjon egy kiútat. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó. Itt a halak jegyénél van kettő hal. Az egyik mutatja a félelmeket, a bizonytalanságokat, a másik pedig a hitet, a bizalmat, a bátorságot, a lelkesedést és a szeretetet. Ez, ami felszabadít, ennek van gyógyító hatása is. Az is lehet, hogy ez a hivatásod, és oda kellene nézni, ezt megtanulni, ezt élni, mert ez egy életterület, ahol te kibontakozhatsz. Mutathatod a tudásodat, a tehetségedet. Az ő horoszkópjában a lefele mozgó holdcsomó a rák jegyében van, ott ő kiismeri magát. Itt családról van szó, de érzelmekről is, gyakran visszahúzódó, lehet, hogy tükröz számodra valamit, amit neked tanulnod kell, mert te a halak jegyénél a víz elemét tanulod, tehát az érzelmekre kell odafigyelni, és ő itt kiismeri magát, mert a rák jegye is a víz eleméhez tartozik. Az ő horoszkópjában a felfele mozgó holdcsomó Ráhu a bak jegyében van, ez egy terület, ahol ő nem ismeri ki magát. A bak jegye az a föld eleméhez tartozik, mutatja a reális dolgokat, tehát az kevés valamit tervezni vagy valamiről álmodozni, hanem azt meg kellene valósítani. Számára az lenne fontos, hogy ez legyen a cél, és ezt ne adja fel, bízzon ebben, legyen türelmes, amíg ezt eléri. Ez az életterület számára idegen. Itt a bak jegyében mozog jelenleg Szaturnusz bolygó, ez évben, meg jövőre is, és Szaturnusz bolygó megleckészteti őt, ez, amit meg kell, hogy tanuljon ebben az évben, és jövőre is. Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat is, nála most ez fontos, hogy ezt megtanulja, hogy céljai legyenek, és ezt ne adja fel. Hogy melyik életterületen hat, a szerelmi életterületén, az anyagiakat illetően, vagy a családot, vagy a hivatását, ezt nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Nálad a te horoszkópodban Szaturnusz bolygó, ami kihat a sorsodra, a tízes életháznál hat, és ez a hivatásra, meg a nyilvánosságra utal, hogy te elismerést kapj. Sikered legyen a munkát illetően, és éld a hivatásodat. És most áttérünk a jóslásnál egy kármikus fordulat. Ez a kártya mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Kezedbe veszed a dolgokat, irányítod, és előre mennek az események. Ezen a kártyán látható a tűz eleme, és az mutatja a te bátorságodat és lelkesedésedet is. Előfordulhat az is, hogy ez a kártya nem is rád vonatkozik, hanem egy férfi jön az életedbe, és a tűz eleménél nem csak a lelkesedésről van szó, hanem a testi kapcsolatról is. A következő kártya mutatja a múltadat, mégpedig azt, ami téged erősít. Ennél a kártyánál pénzügyi dolgokról van szó, és a hivatásról is. Azon kívül az értékekről, ez lehet egy belső érték is. Itt vannak korlátozások, de mivel ez a kártya téged erősít, te át tudod ezen tenni magadat. És azt is jelenti ez a kártya, hogyha vannak terveid, akkor a nehézségek ellenére is ezt megvalósítod.
A következő kártya szintén a múltra utal, mégpedig olyan emlékekre, ami gyengít téged. Ennél a kártyánál látunk egy tolvajt. Ez utal a múltadra, ezt átélted, hogy mások elvettek tőled valamit. Ez lehet pénz, egy szerelmi kapcsolat, az is lehet, hogy valaki rabolja az idődet, az energiádat, és ez, ami téged gyengít. Ha így volt a múltban, akkor most vannak félelmek, hogy elveszítel valamit, vagy valakit. A következő kártya az a kulcs a sorsodhoz, a kármikus témákhoz. Itt a csillagképekről van szó, ami szerencsét hoz neked. Az is lehet, hogy megvan a tehetséged asztrológiához, vagy kell egy spirituális úton haladni. Ez a csillagkép azt is mutatja, hogy a megfelelő időpontban, a megfelelő helyen lenni. Tehát bíz a jövődben, bíz a sorsodban, ez mind megvan írva a csillagokban, és ez szerencsét fog hozni neked. A következő kártya azt mutatja, hogy mit értél el eddig. Te a kezedbe vetted ezt a kardot, és sok mindent eltávolítottál az életedből, a félelmeket is. Ez a kard utal fontos döntésekre is, a levegő elemét mutatja, itt gyakran kommunikációról van szó, és te tisztázod a helyzetet. Mit tudsz még javítani? Azt mutatja a következő kártya. Ezen a képen a halálról van szó, de ennek szimbolikus jelentése van. Ugyanúgy, mint a horoszkópodban a 8-as életház, ahol a szkorpión jegye található, és ott most vannak ilyen kármikus témák. Ez a kép azt jelenti számodra, zárd le a múltat. Azokat az emlékeket, aminél fájdalmak vannak és könnyek. A következő kártya azt mutatja, hogy mit kell tanulnod az élet iskoláján. Ez a kép utal a gyermekkorra, a gyermekkori élményekre, emlékekre. Ami szép, azt őrizd meg. Ami szomorúvá tesz, az zárd le. Az emlékek jönnek, de ne figyelj oda, hanem éld a napot, tervezd a jövőt, akkor jobban fogod magadat érezni. Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, azt mutatja a következő kártya. Ez a kép jelenti a sors kerekét, sorsdöntő változások, egy sorsdöntő fordulat, és amit te elérhetsz itt, ha megbízol abban, hogy jóra fordulnak a dolgok, és hogy szerencséd lesz. Nem csak a sors kereke utal erre, hanem az a csillagkép is. De legyél kicsit türelmes, mert ez a kerék mutatja a négy irányt, mutatja a négy évszakot, és a négy évszak az egy év. Egy éven belül lesznek nálad sorsdöntő változások, jóra fordulnak a dolgok, és ebben kell, hogy bízz. Ha megvan ez a hited, akkor meg lesz a belső erőd. A következő kártya egy isteni üzenet számodra. Ez a mágikus jelzi a te mágikus kisugárzásodat, az élet erőt, de azt is, hogy mennyire tehetséges vagy egy spirituális úton. Ez a mágikus erő, ez a vonzó erő nem csak a te kisugárzásodra utal, hanem
mind arra, amit megkapsz az élettől, és ez neked szerencsét hoz. A következő kártya azt jelenti, hogy mi segít neked, vagy ki segít neked. Hamarosan belép valaki az életedben, ez egy férfi, aki segít neked, erőt ad, és bátorít téged. Az utolsó kártya azt jelenti, hogy tudod a kármikus témákat kiegyensúlyozni, és mit hoz számodra a jövő. Itt ennél a képnél a kejheket látjuk, az utal az érzelmekre. Bízz abban, hogy a belső hangod téged mindig jó irányban vezet. A másik, amit ez a kép még sugall számodra, ezek a lehetőségek. Figyelj oda, és élj ezekkel a lehetőségekkel. Vedd ezt is a kezedbe, akkor jóra fognak fordulni a dolgok. És a következő kártya egy lelki üzenet. Itt ennél a kártyánál van egy lelki üzenet. A szöveg az németül van írva. Ha én ezt most szó szerint fordítanám le, ennek nem lenne értelme, de el tudom magyarázni, hogy mi az üzenet. Ha megpróbálsz mindig úgy élni, hogy ez másoknak előnyös, mert kell, hogy legyen elismerés másoktól, és megpróbálsz mindig alkalmazkodni másokhoz, vagy bizonyos helyzetekhez, akkor ez úgy hat rád, mint ahogy a képen írva van inerentód, mint egy belső halál. Ezért nehéz lefordítani a szöveget, én inkább úgy magyaráznám el, hogy akkor olyan kiégetnek érzed magadat, és az az érzésed, hogy mások kihasználnak téged, és te nem éled a saját életedet. Itt kellene egy változás. Élj úgy, ahogy te szeretnéd. És akkor minden rendben van. Te hozod a döntéseket, és ezt nem kell másoknak elmagyarázni, hogy miért tetted ezt vagy azt, miért hoztál ilyen vagy olyan döntéseket, hanem legyen meg ez a személyiséged, és légy bátor ezt kimondani. Gyakran nem is kell mondani, hanem éld a saját életedet, senkinek semmi köze nincs ehhez. Az a fontos, hogy te boldog vagy. Kedves kék pillangó, így tudtam ezt a kármikus témát elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!